Köszöntöm nézőinket, Önök a Tolna Táj Televízió híradóját látják, én Bence Péter vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Székely találkozások, tovább erősödtek a határokon átnyúló kapcsolatok. Őcsényi lovas nyerte a nemzeti vágtát, Németh János az első örökös bajnok. Országos akció, a közlekedés biztonsági ellenőrzése a buszokat és teherautókat érinti. Őszi fesztivál, több helyen ünnepelték felvonulással a szüreti időszak végét. Bonyhád és Kismányok adott otthont a bukovinai székelyek búcsújának és a közösség hagyományos találkozójának. A rendezvényre 60 fős küldöttség érkezett Madéfalváról. Az ünnepi alkalommal avatták fel a kismányoki székelyport a következő elemét, a székely csűrt. Évek óta vágya a bukovinai székelyeknek, hogy a búcsúra ellátogasson Madéfalva egyházi vezetője. Tamás József nyugalmazott segédpüspök áldotta meg a kismányoki székelyporta újonnan átadott elemét, a székely csűrt, mely közösségi célokat szolgál majd a jövőben. Az ünnepi alkalomra a 60 fős delegációval érkező Madéfalva polgármestere Szentes Csaba arról beszélt, 2014 óta egyre szorosabbá vált a kapcsolat a bukovinai székelyek lakta a települések és Madéfalva között. Felemelő érzés volt, hogy itthoninak éreztük magunkat, de mégis azt éreztük, hogy talán tudtunk hozni ebbe a búcsúba valami pluszt, ami mi otthoni, de ugyanakkor kaptunk is, mert itt valójában testvéreink vannak, ugyanúgy beszélnek, mint mi, ugyanúgy gondolkoznak, mint mi. Csibi Krisztina, a Magyarságháza igazgatója úgy értékelte a találkozót, mindaz, amit Szent István gondolt a magyar egységről, most ismét testet öltött. Ezért is zarándokolunk több százan minden évben Csíksomlyóra, és nekünk, ahogy a püspök atya is mondta a Szent Misén, nekünk ez egy kis Csíksomlyó itt Kismányok, amit 1989-ben éppen a rendszerváltáskor azért építettek, hogy a bukovinai székelyek zarándok helyévé váljon, és azt hiszem, hogy mára beváltotta az ehhez fűzött remény. Illés Tibor, a bukovinai székelyek országos szövetségének elnöke arról beszélt, minden találkozás erősíti a népcsoport identitását, elősegíti a hagyományok további értetésének folyamatát. Tiszta forrást keresünk. Mindig azt arra törekedni, azt, hogy törekedjünk a szépre és a jóra, mint ahogy Andrásfalvi Berci bácsi szavaival éljek, mert az ember nem születhet, ugye nem születik tökéletesen, de úgy gondolom, ha törekszünk rá, akkor mindenképpen a kultúránk szépsége erőt ad, és rávezet arra, hogy milyen értékeit képviselünk. A találkozó első napi alkalmat adott arra, hogy a szövetség átadja díjait a népcsoport fejlődéséért kimagasló teljesítménynyújtóknak. Posztumusz díjat kapott Sebestyén Gyula, a bukovinai székelyek országos szövetsége szekszárdi egyesületének volt tagja, Keresztes Andor, Mária Gyüdi plébános és Sebestyén Miklós a székely csűr tervezője, valamint Kosnás Árpád néptáncoktató. Kidöntött egy villanyoszlopot egy traktor Szekszárdon hétfőn délelőtt. A munkagép épp egy földterületen dolgozott, amikor a baleset történt. Az utat a rendőrség teljes szélességében lezárta, kerülni a városon keresztül lehetett. A nap folyamán a helyreállítási munkák befejeződtek, az érintett szakaszon ismét zavartalan a forgalom. Őcsény színeiben versenyző lovas nyerte meg idén a nemzeti vágtát. Németh János már harmadszor állhatott fel a dobogó legfelső fokára, ezzel ő lett az egyetlen, aki örökös bajnoki címet szerzett a rendezvény története során. Részlet a 15. nemzeti vágtából. A jubileumi rendezvényre ezúttal is a fővárosban a Hősök terén került sor. Ezek a fotók pedig már a győztest, az Őcsény színeiben induló Németh Jánost ábrázolják. A bajai férfi 2013 és 15 után harmadszor nyerte meg a nemzeti vágtát, ezzel a futamok történetében ő lett az első örökös bajnok. Ez már durván profizmusnak lehet nevezni, ami kell ehhez a versenyzéshez. Ugyanúgy, mint egy sportolónak kiegészítő
étel, kiegészítő, mozgás, és nagyon-nagyon sok összetevő van. Tehát ez nem csak az saját érdemem, ez egy közösség érdeme. János és a vele versenyző ló Galaxy idén nyáron kezdték el a közös munkát. A lovas azt mondja, az állat ritka jó képességekkel rendelkezik, ám az első időszakban nem ment zökkenőmentesen az összeszokás. Eléggé érzékeny típusú ló, kicsit néha be is szokott sóhereskedni, ez azt jelenti, hogy nem mindig adja azt a tudást, amit ő tud. Kemény munka volt idáig, eddig az út, amíg ezt az eredményt elértük. Németh János azt mondja, jövőre is Galaxival indul a nemzeti vágtán. A célja viszont, hogy néhány év múlva a most egy éves saját csikójával is ott lehessen majd. Közel egy hónapja keresi a képen látható trükkös tolvajt a rendőrség. Az ismeretlen férfi még szeptember 19-én hajnali 14:30 körül tankolta az egyik szekszárdi benzinkúton több mint 19 000 forint értékben, majd beült a kocsiba és fizetés nélkül elhajtott. A benzinlopás miatt a szekszárdi rendőrkapitányság szabálysértési eljárást folytat ismeretlen tettes ellen. A férfi felkutatásában a lakosság segítségét kérik. Aki a személlyel kapcsolatban bármilyen információval rendelkezik, jelentkezzen személyesen bármelyik rendőri szernél, vagy tegyen bejelentést az ingyenesen hívható 0680 555 111-es telefontanú zöld számon. Október 10-től országos közlekedésbiztonsági ellenőrzést tart a rendőrség. Az akció célja a közúti személy és áruszállítás szabályainak a betartatása, valamint a tehergépjárművek és buszok vezetőinek vezetési és pihenő idejére vonatkozó előírások vizsgálata. Ezen a héten tartják meg Magyarország teljes területén a Roadpol Truck and Bus elnevezésű fokozott közlekedésrendészeti ellenőrzést. Tolna megyében 2022. október 10-én, 13-án és 14-én rendezik meg, amely a magyar és a külföldi járműveket is érinteni fogja. Az akció célja annak ellenőrzése, hogy a teherautó sofőrök a vezetési és pihenőidejüket betartják-e, valamint az áruszállításra vonatkozó szabályokat betartják-e. Emellett a buszok vezetőit is ellenőrizni fogják a napokban. Itt a személyszállítás szabályainak vizsgálata lesz az elsődleges cél. Emellett kollégáim ellenőrizni fogják az illegális migrációval, valamint az embercsempészéssel kapcsolatos bűncselekmények elkövetését, valamint azt, hogy egyéb más közlekedési szabálysértések történnek-e a megye útjain. Emiatt tehát nem csak a tehergépkocsi vezetők, illetve a buszok vezetői, hanem a személyi autóvezetők, illetve más közlekedésben résztvevők is számíthatnak a fokozott ellenőrzésre. A Roadpol, azaz az Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata műveleti csoportjának éves ellenőrzési akciója. Péntektől vasárnapig 1734 határsértővel szemben intézkedtek a rendőrök és katonák. A rendőrség honlapján olvasható statisztika szerint pénteken 682, szombaton 542, vasárnap pedig 504 jogellenesen az ország területén tartózkodó külföldit tartóztattak fel, és kísértek át az ideglenes biztonsági határzáron a katonák. Emellett elfogtak 6 határsértőt az ország belsejében, akikkel szemben idegenrendészeti eljárás indult. Az elmúlt héten az ország területén 4674 határsértőt tartóztattak fel és kísértek vissza. Tamási város önkormányzatának egy 2016-os döntése értelmében a kommunális adót járd- és útfelújításokra fordítják. Idén az előzőleg befolyt 26 millió forintból újították fel a Deák Ferenc utcából nyíló Arany János utca egy szakaszát, amely az iskola közelsége miatt egy forgalmas része a városnak. Tamásiban a Deák Ferenc utcából nyíló Arany János utcában szintre emelték az aknafedeleket, és új burkolatot kapott az útszakasz, mintegy 18 millió forintból, tájékoztatotta a település polgármestere. A utcának, ami egyébként elég forgalmas utca itt a városközponthoz viszonylag közel, egyik felét sikerült ebből a forrásból felújítanunk, a másik fele a Kossuth tér és a Bezeredi utca közötti rész remélhetőleg jövő évben sor kerül a felújítására. A felújítás a település önkormányzatának saját forrásából, a kommunális adóbevétel 2/3-ából készült el. A képviselők 2 szempontot tartanak szem előtt, amikor döntést hoznak a hasonló beruházásokkal kapcsolatban. Az egyik szempont a
utca állapota is, hogy milyen forgalmas. Ugye itt nagyon közel vagyunk a városközponthoz, és egy egyirányú utca, de főleg a reggeli órákban és a délutáni órákban az iskola közelsége és a piactér közelsége miatt is ez rendkívül forgalmas utcaszakaszról van szó. Egyelőre úgy tűnik, hogy az energiaárak elszabadulása miatt nagy felületi útfelújításokra nem készült a más önkormányzata. A Szekszárdi Sportközpont atlétája Szemerei Levente nyerte az idei 37. Budapest Maraton Fesztivált. A 42,2 kilométeres távon kimagasló 2 óra 21 perc 44 másodperces időeredménnyel ért célba, messze maga mögött hagyva a második helyezettet. A Tolnai megyeszékely sportolója, aki körülbelül egy éve ismerkedik a hosszabb távokkal, decemberben a spanyolországi Valenciában áll újra rajthoz maratoni távon. A hagyományok éltetése minden település létezésében fontos szempont. Az őszi időszakban ezért is elevenítik fel előszeretettel a szüreti felvonulásokat. Dombóváron ez egy fesztivál keretében valósult meg, egy kicsit újra gondolt formában, ahol több százan vonultak fel, míg Nagykónyiban a régmúlt hagyományait elevenítették fel a helyiek. Dombóváron a hétvégén megrendezett őszi fesztivált igazi karneváli hangulat jellemezte. A József Attila Általános Iskola több mint 20 éve álmodta meg ezt a rendezvényt, ami mára egy egész várost megmozgató eseményé nőtte ki magát, mondta el a település polgármestere. 20 évek óta úgy dombárod ott van ennek az őszi fesztiválnak. Nyilván, ha őszinték akarunk lenni, ez egy szüreti fesztivál volt valamikor, de hát nyilván ma már a technika ezt nem teszi lehetővé, és itt az elmúlt évtizedben egy őszi fesztivál lett. A terményáldás, mint hagyományt azt megőriztük, ezért is mindig a katolikus templom elől indul a menet, miután a betakarított terményt a plébános úr megáldja. Az előző évekhez hasonlóan idén is a település katolikus plébánosa Hegedűs János áldotta meg azt a sok termést, terményt, amit felsorakoztattak a Nagyboldogasszony templom előtt. A felvonuló színes kavalkádba pedig a helyi iskolák, a település hagyományápoló csoportjai képviseltették magukat. Dombóvártól nem messze, Nagykónyiban is felvonulással ünnepelték a szőlő munka befejeztét, ott népviseletet öltött magára a település apraja nagyja, tudtuk meg a polgármestertől. Mondhatom azt, hogy Nagykonyiban a születi felvonulás a legérdekeltebb műsor, vagy a legérdekeltebb rendezvény az év során. Én azt gondolom, hogy ez a hagyomány ez annyira berögződött a település lakóiba, hogy ezt még tisztelve és a lehető legtöbben a településen részt vesznek belőle. Régmúlt hagyományaihoz mérten mindkét településen mulatozással ért véget a születi felvonulás. Regionális híreink következnek. Terv alapján segíthet a kormány, készülhet a pécsi elképzelés a kiadások csökkentésére. Megújult a Baranyai Általános Iskola, 23 millió forintból végezték el a beruházást a Magyar Falu programnak köszönhetően. Egyeztetésre hívta a pécsi baloldali városvezetés a politikai szereplőket, hogy elkészítsék azt az energetikai cselekvési tervet, ami alapja lehet a kormányzati többlettámogatásoknak. Ezeket a megugró rezsiszámlák miatt adnák az önkormányzatoknak, hogy működtetni tudják az intézményeiket, cégeiket. Az egyeztetésekhez csatlakozik a város Fidesz frakciója is, hogy segítsen, jelentette be a frakcióvezető. Szeptemberben még nemet mondott a baloldali koalíció arra, hogy készítsen a pécsi önkormányzat egy energetikai cselekvési tervet, mondta a városi Fidesz frakció vezetője pénteken. Most a kormány bejelentette, hogy támogatást ad a rezsikifizetéshez az önkormányzatoknak, ha van ilyen tervük. Valószínűleg ezért hívta egyeztetésre a jobboldali frakciókat a pécsi alpolgármester, tudtuk meg Csizmadia Pétertől. Megjelent már az a jogszabály is, ami ennek az egyeztetésnek a pontos kereteit fogja tartalmazni, ebben pedig feketén-fehéren szerepel az, hogy kell egy ilyen energetikai cselekvési terv. Az önkormányzatoknak az a feladata, hogyha tárgyalni kívánnak a kormánnyal, hogy készítsenek egy olyan dokumentumot, amiből egyértelműen látszik, hogy milyen módon tudnak takarékoskodni, és melyek azok az intézmények, cégek, szektorok, amelyek a leginkább kiszolgáltatottak, ahova leginkább szükséges lenne, hogy valamilyen többletforrás támogatás érkezzen.
Több város, például Székesfehérvár már ezen a héten elkészült ezzel az energetikai cselekvési tervvel. Pécsen csak most kezdik az összeállítását, pedig október végén, november elején kezdődnek a tárgyalások a támogatásokról a kormánnyal, mondta a frakcióvezető. Csizmadia Péter szerint most félre kell tenni a politikai csatározásokat a város érdekében. Ezek olyan helyzetek és ezek olyan időszakok, amikor kicsit félre kell tenni a pártpolitikát, és valóban azt kell arra kell figyelemmel lennünk, és azt kell a fókuszban tartani, hogy mi a jó a pécsieknek, és mi a jó a pécsi önkormányzatnak. Tehát természetesen ezen az egyeztetésen részt fogunk venni, megtesszük a magunk javaslatait, mert az látszik, hogy a városvezetés bizonytalan és döntésképtelen ebben a helyzetben, segíteni kívánunk. A képviselő szerint 2-300 millió forintot például már abból meg lehetne spórolni, hogy nem fizetnek ennyi tanácsadót, nem juttatnak sok milliót a baloldali holdudvarhoz tartozóknak. Csizmadia Péter szerint ez lesz az alapjavaslatuk, amihez ragaszkodnak, hogy a város támogatást kaphasson és fizetni tudja a rezsiszámláját. 23 millió forintból újították fel a Bicsérdi általános iskolát Baranya megyében. A beruházás a Magyar Falu program keretében valósult meg. Ennek köszönhetően megszépült a földszinti folyosó és a közösségi tér, illetve a tornateremhez kapcsolódó öltözők és mosdók is. Ünnepi műsorral készültek a gyerekek a Bicsérdi általános iskolában. Az intézmény ugyanis megújult a Magyar Falu program keretében. A projektben 50 millió forintra lehetett pályázni, ebből 23 millió forintot nyert el a Baranyai település iskolája. A beruházást pedig most hivatalosan is átadták. Részlegesen megújult a földszinti folyosó, illetve a közösségi tér, illetve a tornateremhez kapcsolódó öltözőhelységek, mosdóhelységek kerültek korszerűsítésre, illetve a villamoshálózat újult meg. A Magyar Falu programról azt kell tudni, hogy ez egy magyar kormányzati, tehát hazai finanszírozású forrás, és a tankerületünknél nagyon sok iskolánál ezt igénybe tudtuk venni. A térségben egyébként több iskola is megújult, szintén a Magyar Falu program keretében. Idén a Bicsérdi már a harmadik átadott fejlesztés. Nagy Csaba országgyűlési képviselő köszöntőjében elmondta, hogy ez a támogatás kiegészíti a többi olyan hazai és uniós forrást, amik az oktatási rendszer intézményeinek megújítására szolgálnak. Itt azonban nem érnek véget a beruházások. A Magyar Falu program folytatódik, a 2023-as költségvetésben is található forrás a tekintetben, hogy tudjon folytatódni az a sok-sok pályázati kérés, ami eddig már megvalósult, illetve megjelent. Nyilván a háborús helyzet szűkítette a forrásoknak a lehetséges nagyságát, de azt gondoljuk, hogy a program végigvitele az nagyon fontos a magyar vidék megtartása érdekében. A gyerekek immár szabadon használhatják a tornatermet, illetve a megújult öltözőket és a megszépült folyosót, közösségi teret is. Rendőrségi ajánlást tett közzé a 2022. évi online népszámláláshoz az Országos Rendőrfőkapitányság kommunikációs szolgálata azért, hogy az internetes lehetőséget igénybe vevők ne váljanak csalók áldozatává. Aki az online kitöltést választja a belépés.népszámlálás2022.hu zárt rendszeren keresztül, kizárólag a háztartás címére levélben kézbesített egyedi belépési kód segítségével tud adatokat szolgáltatni. A további tudnivalókról a Baranya megyei rendőrfőkapitányság munkatársát kérdeztük. Az online népszámlálási kérdőív a netes csalók érdeklődését is felkeltette, figyelmeztet a rendőrség. Ezért fontos már az első lépéseknél, hogy milyen oldalra lép be a kitöltő. Az URL előtt szerepel a https://2:// vagy egy zöld lakat, mellette a biztonságos kifejezés. Figyelni kell a gyanús jelekre, mondja a Baranya megyei főkapitányság munkatársa. Legyen mindenképp gyanús, hogyha például csak a személyes adatokra, anyagi helyzetre, netán a bankszámla adatokra kérdeznek rá. A kérdővek online kitöltése az körülbelül 30 percet vesz igénybe, ezért legyen gyanús az is, hogyha néhány adat kitöltésével véget ér az adatszolgáltatás. Ebben az esetben ne mentsék el a megadott információkat, ne küldjék azokat tovább semmi esetben sem. Ha úgy látják, hogy minden óvintézkedés ellenére becsapták, megkárosították, tegyenek feljelentést a lakhely szerint illetékes rendőrkapitányságon, vagy bármelyik rendőri szervnél, illetőleg a 112-es segélyhívószámon.
A Központi Statisztikai Hivatal október 1-e és november 28-a között Magyarországon a teljes népességre kiterjedő népszámlálást végez. Az első szakaszban október 1-e és október 16-a között a lakosok interneten tölthetik ki a kérdőíveket. Ezt követően számlálóbiztosok keresik fel a háztartásokat. Most pedig nézzük főbb Tolna megyei híreinket még egyszer röviden. Székely találkozások, tovább erősödtek a határokon átnyúló kapcsolatok. Őcsényi lovas nyerte a nemzeti vágtát, Németh János az első örökös bajnok. Országos akció, a közlekedés biztonsági ellenőrzése a buszokat és teherautókat érinti. Őszi fesztivál, több helyen ünnepelték felvonulással a szüreti időszak végét. Kedden napos, illetve változóan felhős időre készülhetünk, de csapadék nem hullik. Gyenge mérsékelt északi szél fúj majd. Éjszaka is teljesen hasonló, eseménymentes marad időjárásunk. Reggelre itt-ott előfordulhatnak ködfoltok. Friss hírekkel legközelebb kedden este jelentkezünk. Addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!